Sziasztok! A mai nap végre úgy néz ki, sikerül összehozni egy kisebb videót. Sokan írtátok, hogy miért nincs videó, abba hagytam esetleg, vagy hogy mi az indok, hogy nincsen videó. Hát a helyzet az, hogy éppen szerelek már egy hónapja bőven, úgyhogy sajnos arra nem nagyon jutott idő, pedig próbáltam. A múltkor elkezdtünk videózni, csak sajnos beestedett. Azt majd most belerakom ebbe. Viszont a lényeg, hogy most éppen egy nagy felújításban vagyok. Egy kocsi felújításban. Hogyha esetleg érdekelt titeket, akkor azt írjátok meg kommentből, hogy szeretnétek esetleg egy kis videót arra, hogy éppen mit csinálok, vagy hogy. A lényeg az, hogy írjátok meg, hogyha szeretnétek. Viszont most el fogunk menni biciklizni. Igaz, hogy szar az idő, esik az eső, valamit ki fogunk találni. Viszont nézzétek meg, eddig itt járok. A kaszni az ki lett kasznézva, le lett festve. Új motor van benne. A régivel itt ez volt a probléma, hogy hát ez már futott körülbelül 2 millió kilométert. És ahhoz képest egyébként, mondjuk most már a hideg kicsit megette. Aha. Na, most már kezd megindulni. Várjál. Kicsit járassuk meg. Ahhoz képest még jó, viszont valami megadta magát, mert látszik, hogy kotyog. Sőt, rakd oda közel a hanghoz. Hát hallatszik. Szerintem ezt lehet látni, vagy esetleg hallani, hogy ez a motor, ez ennyit bírt. Van benne egy másik. Ez egy dízel egyébként, egy 1-7-es dízel. Kipufogó rendszer még nincsen rajta, viszont nézzük meg, hogy beindul-e. Egyébként itt van velem Gyula. Hello. Ketten csináljuk a kocsit, általában. Már azért alakulgat. Nem sokára menet kész lesz. Na nézzük. Tetszik neki. Újra van kábelezve az egész kocsi. Hát konkrétan az egész úgy lesz. Még nincs teljesen kész, még vannak változtatások. És hogy lesznek változtatások. Egyelőre ennyi. És hogyha mondom, hogyha szeretnétek erről esetleg egy videót, hogy én mit csinálok a kezem meg mi az, amit még szeretnék, akkor szívesen. Aztán, hát most menjünk egy bicózni, Gyula. Szerintem. We just trying to make it like everybody else. Private jet, man, I'm just trying to keep my oven lit and my electricity on. So put a dollar in the hat and be gone. Hey yo, let me get a dollar from each of you. Just take it out the money you would use the next time you tip the pizza dude. Wait, now it's his plate, I'm robbing, and me and him probably got the same type of problem. So give us each a half dollar, a 50-50 share. I ain't a math scholar, but that seems pretty fair. I'm still waiting on a break that may never come. Till then, do you got a dollar for a begging bum? I need a dollar. Just
with the moderate sum, but saw the refuge in a bottle of rum. 100 proof, like poof, and the bottle was done. What he'd become was a true alcoholic, refused all his profits from his blue collar, popping all moves, and I vowed I'll always have my feet on the ground. No stupid mistakes, just keep the food on my plate. The dollar will confuse you, put you in delusional states. Think you're investing in a dream, but Freddy Krueger awaits. Fool, this isn't unusual, this is LA. I've seen the rich get richer and then piss it away. They either sniffing decane or on medicinal pain. Killers and dealers that slang or await in the grave diggers. We keep our guns by your wallets, best keep it tucked. Use it and you might get more bang for your buck. I need dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Well, I need dollar, 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 that's what I need. Well, I don't know if I'm walking on solid ground, 'cause everything around me is falling down. And all I want is for someone to help me. Ebben az évben ez az utolsó videó. Remélem tetszett. Boldog évet kívánok minden nézőmnek, ha tetszett, iratkozz fel, és dobj egy lájkot, csősztök!